Hare Krishna, folytatjuk a Krishna könyv felolvasását, elérkeztünk a 84. fejezethez, melynek címe az Úr Krishna lelki utasításokat ad Vasudevának, és visszahozza Devaki 6 halott fiát. Om namo bhagavate Vasudevaya, Om namo bhagavate Vasudevaya, Om namo bhagavate Vasudevaya. Tehát 84. fejezet, az Úr Krishna lelki utasításokat ad Vasudevának, és visszahozza Devaki 6 halott fiát. Védikus szokás, hogy a család fiatalabb tagjai reggelente tiszteletüket ajánlják az idősebbeknek. A gyermekeknek vagy a tanítványoknak minden reggel fel kell ajánlaniuk tiszteletüket szüleiknek vagy lelki tanítómesterüknek. A védikus szabályt követve az Úr Krishna és Balarám is rendszeresen hódolatukat ajánlották apjuknak, Vasudevának és feleségeinek. Egy napon, visszatérve a kurukshetrai áldozati ceremóniákról, amikor Krishna és Balarám Vasudeva elé járult, hogy tiszteletüket ajánlják, Vasudeva élt az alkalommal, hogy két fia emelkedett helyzetét méltassa, melyet lehetősége volt megérteni az áldozatra összegyűlt nagy bölcsek szavaiból. S nem csupán a bölcsektől hallotta, hanem számtalanszor tapasztalta is, hogy Krishna és Balarám nem közönséges emberek, mindketten különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Vasudeva hitt a bölcseknek, hogy fiai, Krishna és Balarám az Istenség legfelsőbb személyisége. Szilárd hittel fiaiban így szólt. Drága Krishnám, te vagy a Satchit Ananda Vigraha, Istenség legfelsőbb személyisége, s te, kedves Balarámám, Sankarsana vagy, minden misztikus erő mestere. Megértettem most arra, hogy mindketten örök léttel rendelkeztek. Mindketten transzcendentálisak vagytok ehhez az anyagi megnyilvánuláshoz és okához, a legfelsőbb személyhez, Maha Visnuhoz képest. Ti vagytok mindennek az eredeti irányítója, s ti vagytok egy kozmikus megnyilvánulás nyugvópontja. Ti vagytok teremtője, s ti vagytok teremtő alkotó része is. Ti vagytok a mesteres, valójában az egész megnyilvánulás csupán kedvtelésetekért van. A különféle anyagi állapotok, melyek az univerzum kezdetétől a végéig az idő különféle szabályai alapján megnyilvánulnak, szintén te vagy, mert egyaránt vagy oka és okozata ennek a megnyilvánulásnak. Az anyagi világ két arculata, az uralkodó és az alárendelt szintén te vagy, és te vagy a legfelsőbb transzcendentális irányító, aki felettük áll. Éppen ezért túl vagy érzékeink felfogásán. Te vagy a legfelsőbb lélek, a megszületetlen és változatlan. Rád nem hat az anyagi test hatféle változása. Rád nem hat az anyagi test hatféle változása. Az anyagi világ csodálatos változatosságát is te teremtetted, és mint a felső lélek minden egyes élőlénybe még az atomba is behatoltál. Te vagy mindennek a fenntartója. A mindenben jelenlévő életerő, amely az élet alapelveként hat, és a belőle származó teremtő energia sem működik függetlenül, hanem tőled, a legfelsőbb személytől függ, aki ezen erők mögött állsz. Akaratod nélkül nem működhetnek. Az anyagi energiának nincsen tudata, s nem cselekszik függetlenül, anélkül, hogy ösztönöznéd. Az anyagi természet tőled függ, ezért az élőlények csupán törekszenek a cselekvésre. Ám a te beleegyezésed nélkül semmit sem tehetnek, és nem érhetik el azt az eredményt, amelyre vágynak. Az eredeti energia csupán a te kitart kiáradásod. Drága Uram, a hold fénye, a tűzheve, a napsugarai, a csillagok ragyogása, az elektromos fény, mely oly hatalmasként nyilvánul meg, a hegyek súlya, a föld energiája, ízének minősége, mind a te különböző megnyilvánulásaid. A víz tiszta íze és az életerő, mely minden életet fenntart, mind a te sajátod, Uram. A víz és az íze szintén te vagy. Drága Uram, az érzékek ereje, az elme gondolkodó, érző és akaró képessége, az erő, a test mozgása és növekedése úgy tűnik, mind a testlevegők mozgásainak tudható be, valójában azonban ezek mind energiád megnyilvánulásai. A mérhetetlen űr is benned nyugszik. Az ég vibrálása, mennydörgése, a legfelsőbb hang, az ómkára, a különféle szavak elrendezése, melynek segítségével az egyik dolgot a másiktól megkülönböztethetjük, mind a te jelképes képviselőid. Minden te vagy, az érzékek irányítói, a félistenek, a tudás megszerzése, mely nem más, mint az érzékek célja, valamint a tudás tárgya, mind te vagy. Az értelem döntéses, az élőlény éles emlékezete is te vagy. Te vagy a tudatlanság egoista alapelve,
mely ezt az anyagi világot okozza, a szenvedély egoista alapelve, mely az érzékek oka, s a jóság egoista alapelve, mely az anyagi világ irányító istenségeinek eredete. Az illuzórikus energia májá, mely a feltételekhez kötött lélek egyik formából a másik formába való állandó vándorlását okozza, szintén te vagy. Ó Istenség legfelsőbb személyisége! Te vagy minden ok eredeti oka, amint a föld is az eredeti oka a fáknak, a bokroknak és a megnyilvánulás hasonló változatosságának. Amint a föld is jelen van mindenben, úgy vagy te is jelen felső lélekként az egész anyagi megnyilvánulásban. Te vagy minden ok legvégső oka, az örök alapelv. Gyakorlatilag minden a te egyetlen energiád megnyilvánulása. Az anyagi természet három kötőerője, szatva, rajas és tamas, valamint kölcsönhatásaik eredménye a te képviselőd, jogamája által kapcsolódik hozzád. Látszólag függetlenek, ám a valóságban a teljes anyagi energia rajtad, a felső lelken nyugszik. Mivel te vagy mindennek a végső oka, az anyagi megnyilvánulás kölcsönhatásai, születés, létezés, növekedés, átalakulás, leépülés és megsemmisülés nincsenek jelen benned. Legfelsőbb energiád jogamája változatos megnyilvánulásokban működik, de mivel a te energiád, te jelen vagy mindenben. A Bhagavad Gita 9. fejezete nagyon szépen elmagyarázza ezt, amikor az Úr így szól. Személytelen formámban áthatom az egész anyagi energiát, minden én bennem nyugszik, de én nem vagyok jelen. Vasudeva ugyanezt jelenti ki. Az, hogy ő nincsen mindenhol jelen, azt jelenti, hogy ő mindentől távol van, miközben energiája mindenhol cselekszik. Ezt egy egyszerű példával is szemléltetni lehet. Egy óriási gyárban az energia, azaz a legfelsőbb igazgató szervezése a tevékenység minden területén megfigyelhető, de ez nem jelenti azt, hogy az eredeti tulajdonos is jelen van. Bár a tulajdonos jelenlétét a munkás minden részlegben, minden területen érzi, fizikai jelenléte mégis csupán formalitás, energiája azonban mindenhol jelen van. Hasonlóan az Istenség legfelsőbb személyiségének jelenléte mindenhol energiáinak működésében tapasztalható. Így nyer megerősítést a legfelsőbb Úrral való felfogadatlan egyidejű egység és különbözőség filozófiája. Az Úr egy, energiái azonban különfélék. Az anyagi világ olyan akár egy hatalmas folyam, melynek hullámai a természet három kötőereje, a jóság, a szenvedély és a tudatlanság, mondta Vasudeva. Ez az anyagi test, az érzékek, a gondolkodás, az érzelmek és az akarat képessége, a boldogtalanság, a boldogság, a ragaszkodás és a kéj szintjei mind a természet három kötőereinek különféle termékei. Az ostobák, akik az anyagi történések mögött nem ismerik föl transzcendentális azonosságodat, továbbra is gyümölcsöző cselekedetekben merülnek el, s a születés és halál folytonos körforgásának lesznek kitéve, anélkül, hogy bármi esélyük nyílna megszabadulni tőle. Ezt az Úr a Bhagavad Gita 4. fejezetében másképp is megerősíti, ahol azt olvashatjuk, hogy bárki, aki ismeri a legfelsőbb Úr Sri Krishna megjelenését és cselekedeteit, megszabadul az anyagi természet börtönéből, s hazatér vissza Istenhez. Éppen ezért Krishna transzcendentális neve, formája, cselekedetei és tulajdonságai nem az anyagi természet termékei. Drága Úram, folytatta Vasudeva, ha valaki a feltételekhez kötött élőlény minden hibája ellenére valahogyan kapcsolatba kerül az odaadó szolgálattal, akkor fejlett tudattal rendelkező civilizált emberi testet kap, és ezáltal alkalmassá válik arra, hogy továbbra is odaadó szolgálatot végezzen. Ám a külső energiától megtévesztve az emberek általában nem használják ki az emberi életforma adta lehetőségeket. Elmulasztják az alkalmat, hogy elnyerjék az örök szabadságot, s oktalanul szétrombolják mindazt a fejlődést, melyet sok-sok ezer életen át értek el. Az élet testi felfogásában hamis énképzetüknek köszönhetően ragaszkodunk-e test utódaihoz, s feltételekhez kötött életünkben mindnyájan hamis kapcsolataink és érzelmeink áldozatává válunk. Az egész világ az anyagi kötöttségeket téves felfogása szerint működik. Én tudom, hogy egyik őtök sem a fiam. Ti vagytok az eredeti irányító, az ősatya, az Istenség személyiségei, akiket Prathana és Purusa néven ismernek. Azért jelentetek meg a földön, hogy könnyítsetek terhén a ksatria királyok elpusztításával, akik szükségtelenül megnövelték hadaikat. Erről már beszéltetek nekem a múltban. Drága Uram, te vagy a meghódolt lelkek menedéke, az alázatosak és szelidek legfőbb jóakarója. Ezért menedéket keresek lótuszlábaidnál, mely önmagában is megszabadíthat az anyagi lét megpróbáltatásaitól.
Hosszú ideig anyagi testemet hittem énemnek, s bár te az Istenség legfelsőbb személyisége vagy, mégis fiamnak tekintettelek. Drága Uram, amikor először megjelentél Kámsza börtönében, akkor hallottam először arról, hogy te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége, s azért szálltál alá, hogy megvédelmezd a vallás elveit, ugyanakkor elpusztítsd a hitetleneket. Megszületetlen vagy mégis alászállsz minden korszakban, hogy véghez vidd missziódat. Drága Uram, ahogy az égen is sok forma tűnik fel és tűnik el szemünk elől, hasonlóképpen tűnsz fel és távozol sokféle örökkévaló formádban. Ezért ki az, aki megérthetné ketteléseidet vagy megjelenéseidet és távozásod titkát? Egyedüli dolgunk csupán az, hogy dicsőítsük legfelsőbb kiválóságodat. Így szólt isteni fiaihoz Vaszudéva, és szavaira az Úr Krisna és Balarám csak mosolygott. Mivel nagyon ragaszkodtak baktáikhoz, Vaszudéva dicsőítését kegyes mosollyal fogadták. Krisna megerősítette Vaszudéva szavait. Drága apánk, bármit mondj, végül is a fiaid vagyunk. Mindaz, amit elmondtál rólunk, a lelki tudomány magas szintű filozófiai megértésére val. Minden ellenvetés nélkül teljes mértékben elfogadom szavaidat. Vaszudéva elérte életének tökéletességét azzal, hogy az Úr Krisnát és Balarámát fiainak tekintette, de mivel a kurukshetrai zarándok helyen összegyűlt szentek úgy beszéltek Krisnáról, mint mindennek a végső okáról, Krisna és Balarám iránti szeretetéből elismételte szavaikat. Az Úr Krisna nem akarta, hogy Vaszudévához fűződő apa és fiú kapcsolata megromoljon, ezért válasza elején megerősítette, hogy ő Vaszudéva örök fia, s Vaszudéva Krisna örök apja. Az Úr Krisna az élőlények lelki azonosságáról beszélt apjának. Drága apám, mondta. Mindenki, engem és bátyámat, Balarámát is beleértve, Dvárakává város lakói és az egész kozmikus megnyilvánulás pontosan olyan, amilyennek leírtad, de emellett minőségben mindannyian azonosak vagyunk. Az Úr Krisna azt akarta, hogy Vaszudéva az elsőrangú bakta, a Maha Bhagavata szemével lásson, aki minden élőlényt a legfelsőbb úr részeként lát, és a legfelsőbb urat is ott látja mindenki szívében. Valójában mindenkinek van egy lelki azonossága, de az anyagi létezéssel kapcsolatba kerülve az anyagi természet kötőerei beszennyezik az élőlényt. Elhatalmasodik rajta a testi életfelfogás, s megfeledkezik arról, hogy minőségileg a lélek azonos az Istenség legfelsőbb személyiségével. Tévesen, csupán mert anyagi test burkolja, azt hiszi, hogy az egyén különbözik a másik egyéntől. A testek közötti különbség miatt a lelkek különbözőnek tűnnek számára. Az Úr Krisna ezután az öt anyagi elem nagyon szép példáját említi. Az anyagi elemek teljessége, az éter, a levegő, a tűz, a víz, a föld mindenben jelen van az anyagi világban. Egy agyag edényben, egy hegyben, egy fában és egy fülbevalóban egyaránt. Ez az öt elem tehát mindenben jelen van, különböző arányokban és mennyiségben. A hegy nem más, mint az öt elem kombinációjának gigantikus formája, s a kis agyagedény ugyanazokból az elemekből áll csupán kisebb mennyiségben. Ezért minden anyagi tárgyat, legyenek különböző formájúak vagy méretűek, ugyanazok az elemek építik föl. Éppen így az összes élőlény, az Úr Krisnától kezdve beleértve a Visnu tattvát és a Visnu formák millióit, valamint az élőlények különböző formáit, az Úr Brahmától kezdve a legapróbb hangyákig, mindannyian ugyanolyan minőségi lelkek. Néhányan mennyiség tekintetében nagyok, a többiek pedig parányiak, minőségileg azonban ugyanolyan természettel rendelkeznek. Ezért az Upanishadok megerősítik azt, hogy Krisna, a legfelsőbb úr, a legfőbb minden élőlény között, aki fenntartja és ellátja őket mindennel, ami az életükhöz szükséges. Aki ismeri ezt a filozófiát, annak tökéletes tudása van. A tát, tvám, ási, védikus kijelentés, te ugyanaz vagy, nem azt jelenti, hogy mindenki Isten, hanem hogy minőségileg mindenki ugyanazzal a természettel rendelkezik, mint Isten. Krisna szavai, melyek röviden összefoglalták a lelki élet egész filozófiáját, nagy elégedettséget okoztak Vaszudévának. Megmámorosodva szóhoz sem jutott, csak hosszan hallgatott. Közben Dévaki, az Úr Krisna anyja ült le férje mellé. Előzőleg hallott már arról, hogy Krisna és Balarám milyen kegyesek voltak tanítójukhoz, amikor visszahozták neki halott fiát a halál ura Yamarács fogságából. Amióta hallotta ezt az esetet, Dévaki örökké fiaira gondolt, akiket Kámsza megölt, s fájdalom töltött el, amikor rájuk emlékezett.
halott fiai iránti szánakozásában, Dévaki így szólt az Úr Krisnához és Balarámhoz. Drága Balarám, a te neved azt súgja, nem, azt sugalja, bocsánat. Tehát drága Balarám, a te neved azt sugalja, hogy örömet és erőt adsz mindenkinek, s végtelen hatalmad meghaladja elménk és szavaink képességeit. Te pedig, drága Krisnám, minden misztikus jogi mestere vagy. Jól tudom, hogy minden Prajapati, köztük Brahma és segítői, ura vagy. S te vagy az eredeti istenség személyisége Nárayan. Biztosan tudom azt is, hogy azért szálltál alá, hogy elpusztítsd a gonosztevőket, akik az idő múlásával rossz útra tértek. Elvesztették uralmukat elméjük és érzékeik felett, visszaestek a jóság szintjéről, és szeszélyes, tiszteletlen életükkel figyelmen kívül hagyják a kinyilvánított írások utasításait. Azért jelentél meg a földön, hogy csökkensd a világ terhét azzal, hogy megölöd a bűnös uralkodókat. Drága Krisnám, én tudom, hogy Mahávisnu, aki a kozmikus megnyilvánulás okozati óceánján fekszik, aki az egész teremtés forrása, csupán a te teljes részed egy kiterjedése. A kozmikus megnyilvánulás teremtése, fenntartása és elpusztítása csupán teljes értékű kiterjedéseden keresztül történik. Ezért hát minden fenntartás nélkül menedéket keresek nálad. Hallottam arról, amikor tanítótokat, Sandipani Munit akartátok megajándékozni, és ő arra kért benneteket, hozzátok vissza neki halott gyermekét. Te is, Balarám, azonnal visszahoztátok a fiút Yamarács fogságából, pedig már hosszú ideje halott volt. Ebből értettem meg, hogy te vagy a minden misztikus jógi mestere. Arra kérlek, hát teljesítsd ugyanígy az én vágyamat is, hozd vissza fiaimat, akiket Kámsza megölt. Ha láthatnám őket, akár egyszer is szívem megelégedne, s kimondhatatlanul boldog lennék. Anyukat végighallgatva az Úr Balarám és Krisna nyomban jógamájás segítségét kérték, s a Sutala elnevezésű alsó bolygó rendszerbe indultak. Egyszer rég a démonok királya, Bali Maharaj megörvendeztette az istenség legfelsőbb személyisége egyik inkarnációját, Vámonát. Amikor mindenét neki adományozta, ezért Krisna Bali Maharajnak ajándékozta az egész Sutalát. Legyen az a birodalom, legyen az birodalma és királysága. Így hát, amikor ez a kiváló bakta, Bali Maharaj látta, hogy az Úr Balarám és Krisna bolygójára érkeztek, azonnyomban a boldogság óceánjába merült. Amint az Úr Krisna és Balarám megjelentek előtte, családjának tagjaival együtt felállt helyéről, s az Úr lótuszlábaihoz borult. Bali Maharaja a legszebb ülőhelyet kínálta fel az Úr Krisnának és Balarámának, s miután kényelmesen elhelyezkedtek, megmosta lábaikat, a vizet pedig saját fejére és családjának tagjaira szórta. Az a víz, mely az Úr Krisna és Balarám lábait mossa, még a legnagyobb félisteneket köztük az Úr Brahmát is megtisztítja. Ezek után Bali Maharaj értékes ruhákat, ékszereket, szantálpépet, bételdiót, lámpákat és finomabbnál finomabb ételeket hozatott. Az előírások szerint családjával, e kincsek felajánlásával imádta az urat, majd vagyonát és testét is felajánlotta a lótuszlábainak. Bali király olyan transzcendentális gyönyört érzett, hogy újra és újra megragadta az Úr lótuszlábait, s a mellkasára néha pedig a fejére tette. A szeretet és ragaszkodás könnyei jelentek meg szemében, s egész teste borzongott. Elcsukló hangon kezdte imáit ajánlani nekik. Kedves Balarám, te vagy az eredeti Anantadéva, oly hatalmas vagy, hogy Anantadéva, Sesa és minden más transzcendentális forma eredetileg belőled és az Úr Krisnából erednek. Te vagy az eredeti istenség személyisége, örökkévaló formát pedig gyönyörrel és tudással teljes. Te vagy az egész világ teremtője, te vagy a gyána jóga és a bhakti jóga rendszerének eredeti atya. Te vagy a legfelsőbb Brahman, az istenség eredeti személyisége. Tiszteletes hódolatomat ajánlom ezért mindkettőtöknek. Az élőlények számára nem könnyű dolog meglátni benneteket, ám ha kegyetekkel árasztjátok el baktáitokat, könnyedén megpillanthatnak titeket. Így hát csupán indokolatlan kegyetekből történt, hogy idejöttetek és felfedtétek magatokat előttünk, akik többnyire a tudatlanság és szenvedély kötőerének hatása alatt állunk. Drága Uram, mi a daitiák, azaz a démonok családjába tartozunk. A démonok vagy a démonikus természetű gandarvák, szithák, vidyadharák, csáranák, jaksák, ráksaszák, pisácsák, szellemek és lidércek természetüknél fogva alkalmatlanok arra, hogy imádjanak téged, vagy a baktáiddá váljanak. Ehelyett csupán akadályok az odaadás útján. De te az istenség legfelsőbb személyisége vagy, aki képviseled az összes védát, s a tiszta jóság szintjén állsz.
A te helyzeted örökké transzcendentális. Éppen ezért néhányan közülünk, habár a szenvedély és a tudatlanság kötelében születtünk, menedéket kerestünk lótuszlábaidnál, s odaadó híveddé váltunk. Néhányan közülünk valóban tiszta bakták, néhányan pedig azért fogadták el lótuszlábaid menedékét, mert odaadásukért jutalmat várnak cserébe. Mi démonok csupán indokolatlan kegyedből lehetünk veled közvetlen kapcsolatban, amely szinte még a félistenek számára is lehetetlen. Senki sem tudja, miképpen cselekszel jógamája energiádon keresztül. Még a félistenek sem tudják felmérni belső energiát, hatását. Hogyan lenne hát ez lehetséges számunkra? Ezért alázatos imával fordulok hozzád. Kérlek, légy kegyes hozzám, aki tökéletesen meghódoltam neked, s árassz el indokolatlan kegyeddel, hogy születésről születésre emlékezhessem lótuszlábaidra. Egyetlen vágyom, hogy egyedül élhessek, akár a paramahamszák, akik békés elmével vándorolnak, csupán a te lótuszlábaidra bízzák magukat. Arra is vágyom, hogyha társulnom kell valakivel, az a te tiszta baktád legyen, és senki más, mert ők minden élőlény örök jó akarói. Drága uram, te vagy az egész világ legfelsőbb irányítója és mestere, ezért kérlek, fogadj szolgálatodba, hadd szabaduljak meg minden anyagi szennyezettségemtől. Így megtisztíthatsz engem, hiszen aki szerető szolgálatodat végzi, azonnal mentesül a vérágban ajánlott összes szabályozó elv alól. A Paramahamsa szó legfelsőbb hattyút jelent. Azt mondják, a hattyú képes arra, hogy a tej és a víz keverékéből kiválasztja csupán a tejet, s meghagyja a vizet. Azt, aki képes az anyagi világból kiválasztani annak lelki részét, csupán a legfelsőbb lélektől, s nem az anyagi világtól függve képes egyedül élni, szintén Paramahamsának hívják. Amikor valaki eléri a Paramahamsa szintet, rá már nem vonatkoznak többé a védikus utasítások szabályai. A Paramahamsa csak a tiszta bakták társaságát fogadja el, azokét pedig, akik túlságosan vonzódnak az anyagi világhoz, elutasítja. Azok tehát, akik túlságosan rabjai az anyagi világnak, nem érthetik meg a Paramahamsa helyzetét, ám azok, akik olyan szerencsések, hogy lelkileg fejlettek, menedéket keresnek a Paramahamsánál, s így sikeresen teljesítik az emberi élet misszióját. Az Úr Krisna végig hallgatta Bali Maharaja imáit, majd így szólt. Ó démonok királya! Svayambhuva Manu milleniumában a Marici nevű Prajapati hat fiat, hat félisten nemzet felesége Urna méhében. Egyszer az Úr Brahmát elkápráztatta lányának szépsége és vágyakozva követni kezdte. A hat félisten utálattal nézte az Úr Brahmát tettét, ám ezzel sértést követtek el ellene. Így hát arra ítéltettek, hogy a démon Hiranyakasipu fiaként szülessenek meg. Hiranyakasipu gyermekei később Dévaki méhében jelentek meg, de amint megszülettek, Kámsza azonnal megölte őket. Ó királyom, Dévaki anya látni szeretné hat halott fiát, hiszen oly szomorú korai haláluk miatt, melyet Kámsza okozott. Tudom, hogy mind veled vannak. Elhatároztam, hogy magammal viszem őket, hogy megnyugtassam anyámat, Dévakit. Miután találkozott velük, ez a hat feltételekhez kötött lélek felszabadulhat, s boldogan visszatérhet eredeti bolygójára. Nevük Smara, Udgitha, Parishvanga, Patanga, Kshudrab, Rit és Grini. S most visszanyerhetik eredeti helyzetüket, félistenek lesznek. Miután mindent elmondott a démonok királyának, Krisna elhallgatott. Bali Maharaja megértette az Úr szándékát, méltó imádatot mutatott be neki, aztán az Úr Krisna és az Úr Balarám visszatértek Dvárakába a hat feltételekhez kötött lélekkel, s a hat apró gyermeket átnyújtotta anyjának. Dévakit elárasztotta az öröm, s anyai érzelmektől elragadtatásában melléből megindult a tej. Nagy elégedettséggel szoptatta meg gyermekeit, újra meg újra az ölébe vette őket, s megszagolva fejecskéiket, csak az járt a fejében, visszakaptam elvesztett gyermekeimet. Vishnu energiájától lenyűgözve, anyai odaadással élvezte, elveszett gyermekei társaságát. Dévaki teje transzcendentális nektár volt, hiszen ugyanezt a tejet itta az Úr Krisna is. Ezért hát a gyerekek, akiket Dévaki a melléből táplált, melyet az Úr Krisna teste is érintett, azonnal önmegvalósított személyek lettek. Hódulatukat ajánlották az Úr Krisnának, Balarámának, apjuknak, Vasudevának, valamint anyjuknak, Dévakinak, majd mennyei bolygójukra távoztak. Távozásuk után Dévaki megdöbbent a csodálattól, hogy elveszett gyermekeit visszakapta, akik aztán újra visszatértek bolygóikra. A történteket csak az Úr Krisna kedvteléseinek tudta
a történteket, csak az Úr Krisna kedvteléseinek tudta tekinteni, melyekben bármilyen csodára sor kerülhet, hiszen energiái felfoghatatlanok. Anélkül, hogy elfogadnánk az Úr felfoghatatlan és végtelen energiáit, nem érthetjük meg, hogy az Úr Krisna a legfelsőbb lélek. Határtalan energiái által mutatja be a határtalan kedvteléseit, amelyeket senki sem képes teljességükben leírni vagy megismerni. Szuta Goszvámi miközben Naimi Saranya erdejében a Saunaka Rishi vezette bölcseknek elbeszélte a Srimad Bhagavatamot, ezzel kapcsolatban is elmondta véleményét. Ó, kiváló bölcsek, kérlek értsétek meg, hogy az Úr Krisna transzcendentális kedvtelései mind örökkévalóak. Nem történelmi események közönséges elbeszélései, ezek az elbeszélések azonosak magával az Istenség legfelsőbb személyiségével. Ezért bárki, aki az Úr kedvteléseiről szóló történeteket hallgatja, azonnal megszabadul az anyagi létezés szennyezettségétől, a tiszta bakták pedig nektárként élvezik a fülükbe jutó történeteket. Ilyen történeteket beszélt el Sukadev Goszvámi is, Vyászadéva dicső fia, s bárki, aki hallja, és bárki, aki másoknak elmeséli ezeket, Krisna tudatossá válik, s csak a Krisna tudatos ember térhet haza, vissza Istenhez. Jai. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Krisna könyv 81. fejezetéhez, nem, 84. fejezetéhez, melynek címe az Úr Krisna lelki utasításokat ad Vasudevának, és visszahozza Devaki 6 halott fiát. Természetesen már is felolvasok még egyet, de úgy látom, hogy ez is elég hosszú, úgyhogy akkor ezt egy külön videóba fogom feltölteni, de még a mai nap folyamán. Tehát nem is nagyon köszönök el, de amúgy a 85. fejezet fog következni, melynek címe Subhadra elrablása, valamint az Úr Krisna látogatása Sutadevánál és Bahulásvánál, igen. Krisna könyv ki jaj, Srila Prabhupád ki jaj, Jai Nitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Vakta Vrinda ki jaj. Hare Krisna.